Az új Tops Mecsetax termékeket megtalálhatjátok a collecto.hu webshopban. Link a leírásban. Üdvözlök mindenkit ez itt a futballkárcón, a mai videóban pedig Németországból érkezett cuccot fogunk megnézni, pontosabban Magyarországon is kapható, hiszen a Collecto biztosította ezt a starter pakot. megkérdezett, hogy nem lenne kedvem megnézni egy német startert, én pedig hát miért ne, hiszen ezek a kártyák ugyanúgy jó bármelyik albumba, akár a Magyarországon kaphatóba is. Annyi különbsége, hogy minden németül van a starter pakom, de a lapokon nincsen semmilyen differencia, úgyhogy nézzük meg, én azt mondom, nagyjából ugyanaz lesz, esetleg itt a füzetben lehet eltérés, meg az, hogy a hátulján is minden németül van, magyar árat nem is találunk rajta, de ugyanúgy van esély, hogy valamilyen ilyen shield típusú kártyát, vagy akár valamilyen aláírtat nyissunk, úgyhogy nézzük is meg. Újni. Csak ha valaki rendelni szeretne kollektortól order or az ilyet fog kapni. Ezt így meg is tudjuk. Ezzel ugyanúgy van nekünk egy angol nyelvű szuper kis gameboardunk és egy óriási nagy plakát. Ez teljesen változatlan. Majd utána itt van nekünk a checklist, ez is tök ugyanaz, azért van rajta német felirat, tehát ennyi eltérést azért megadtak, kár, hogy nekünk itt nincs ilyen, hogy magyarra lefordítják, mondjuk. Borító, ez mondjuk angolul van, Official Trading Cards Collection. Game Guide, na ez a nagy kérdés, milyen nyelven lesz? Németül, nekik lefordították, ó, hogy a kutya fáját, hogy nekünk még nem csinálják meg magyarul. Egyedül a panini foglalkozik az ilyen termékeknek a magyarra fordításával. A termék ugyanaz egyébként, igazából csak annyiról van szó, hogy nem angoló, hanem németül van itt minden írva. Tehát ennyi igazából a lényeg, itt van a kedvenc részem mezdarabost ti is küldtétek a fotókat, nyitottatok mezdarabost, illetve aláírtak. Zseniális! Nagyon-nagyon jó termékek. Tök jó. Királyság. Jó van. Én azt mondom, hogy nyomjuk. Nézzük meg. Itt az album. Ezt is félrerakom. Sőt, ezt akár így ide is tehetjük. Csak a design kedvéért. Most pedig lessük meg ezt a három darab csomagot. Annyi érdekeség van rajta, hogy itt a limitedes csomag az angol, tehát kárc van rajta, a sima csomag az pedig német, tehát kárten van rajta. Nem hiszem, hogy ez túl nagy különbséget kellene, hogy jelentsen. A defeat is megvan, tehát ugye a német csomagon szerepel az, hogy mennyi az esély az aláírtra. 3100 csomagonként, ez egy klasszikus csomag egyébként vonalkodás, semmi extra, ugyanáll, mint amit meg tudtok venni boltba. Nézzük már a limitedes pakkot, így egyből durrancsunk bele az elején. Már egy ilyen kemény csomagba van benne az Exclusive kártya és van benne az Engoló kánté, majd a Mason Greenwood, tehát ezek se változtak igazából. Én azt mondom, ha egyszer megadtuk neki a lehetőséget, ugyanúgy kerüljön standre mind a kettő lap, a Greenwood is, meg a Kante is. Taktik kártyák, ezek se térnek el semmilyen szinten. Most viszont, ami igazán izgalmas lesz, azok a csomagok, hiszen ott viszont megvan a remény, hogy nyissunk valamilyen elképesztő durva lapot, amit nekem még nem igazán sikerült. Egyből bele a lecsóba, Man of the Match, Mancini, majd utána, itt egy feje lefelé kártya, Heritage, Fernandinho, egy All-Rounder Pogba, majd utána Luis Suarez, Goal Machine, itt pedig a kódoslap az alkalmazáshoz és a sima kártyák, Golinin, majd utána Atlético logó, Sporting logó, kettő logó egy csomagban. Van itt nekünk Januzájunk, majd utána Reina és Sánchez, illetve kettő darab angol játékos, angol csapatos, egy Fred és egy Zsorinho. Így néztünk ki, négy csillogós meg volt, Heritage lappal, az azért elég szép, nagyon tetszik a csillogása. Nézzük akkor az utcsó csomagot. Ez pedig már nem rossz, egy ilyen elfektetett dizájnú kártya. Kurzava Bakker, fordítsunk egyet. Nézzük innen a csomagot most hátulról. Handanovic, Cristiano Ronaldo, hoppá, Juvemezben még ugye. Egy Elmas, majd utána a Lipce logó, az se rossz. Pedri, Kroos, Liverpool logó, nagyon jönnek a logók. Rodri illetve itt pedig a különlegesek Defensive Warrior, Wereld, majd utána összeragadt kártya. Ó, Rejnának, a Béz lapjának az exkluzív ritka kiadása. Nagyon tetszik. Megint csak Dortmundos Excel Vicce, illetve ezt pedig már láttuk a végén. Ennek a Diamondnak örülök, ez nagyon szép, de jöttek azért szép számmal a csillogós kártyák, és mind a két pakban megvolt a négy különleges, úgyhogy így nézett ki ez a némes starter, akkor a különbség azért tényleg nincsen. Ez lehet pozitív, lehet negatív, minden esetre a csomagok sima boltban kaphatóak, tehát emiatt akár érdemes is lehet megvenni a startert. Én azt mondom, nézzetek rá a linkre, hogyha érdekelnek ilyen cuccok, legközelebb találkozunk a következő videóban, addig is legyetek jók, sziasztok!